A történelmi Magyarország területén elsőként Temesváron vezették be a közvilágítást 1884-ben. 4 évvel később New Yorkkal egy időben már Máté Szalkán is elektromos áramattal fényvilágította be a köztereket. Erre és a település városi rangjának megszerzésére is emlékeztek a már hagyománynak számító Máté Szalkai fényes napokon. Idén különleges év van Máté Szalkán, hiszen pontosan 50 éve annak, hogy az 1498-ban már mezővárosként említett város 1969. augusztus 1-én újra visszakapta a városi rangját. Ilyenkor ezt is ünnepeljük természetesen, de a legfontosabb azt, hogy az emberek, akik itt élnek, összefogásban és szeretetben élnek mindennapokban, nem csak itt a fényes napokon ünnepelnek együtt, hanem például a június 27-i óriási viharban is békében, összefogásban, nagy szeretettel segítették egymást. A szatmári városban 2004 óta ünneplik a fénynapját. Augusztus utolsó hétvégéjén szinte minden Máté Szalkai megnézi, hogyan kell életre a mécses tartó fiú, és vonulnak végig vele a történelmi Kossuth utcán. Máté Szalka óriási, soha nem látott fejlődésen megy keresztül. Az utca képe teljesen megváltozott, a történelmi Kossuth utca felújítása befejeződött, és hamarosan a kandaláberekre rákerülnek azok az új egyedi gyártású világítótestet, amelyet megérdemelnek a Máté Szalkaiak, illetve olyan 10 egységből álló fényinstallációs rendszert alakítunk ki, ami Máté Szalkán egyedülálló lesz. A fényes napokon a városlakók mellett külföldről érkezett vendégek is együtt vonultak az ünneplő tömeggel, a mécsesek, lámpák és fáklyák sokasága pedig igazi karneváli hangulatot varázsolt a város szívébe.